Jó estét kívánok, kedves nézőink! A ma este folyamán a Hajdunánás férfi felnőtt csapata fogadja a Heves csapatát megyei első osztályú mérkőzésen. Ugye, mint már tavaly beszéltünk róla, a Bozsorabaúgy-Zemplén és a Heves megye közösen indított egy bajnokságot, ugyanis a sem Hajdú-Bihar megyében, sem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem jött össze annyi csapat, hogy a megyei bajnokságokat ki lehessen állítani. Így ebben a különös osztályban, ebben a Bozsorabaúgy Zemplén és Heves megyei bajnokságban vesz részt Hajdunánás csapata. Az őszi szezon után a 5. helyen áll a Hajdunánás csapata, de kevesebb mérkőzéset játszott, mint a többiek. A vendég Heves csapat pedig a előttünk álló 4. helyen áll. 8 mérkőzésből 9 pontot szereztek, a Hajdunánás csapata 9 mérkőzésből 8 pontot, így egy ponttal vagyunk a Hevesi csapat mögött, így egy mai hazai pályán lejátszott mérkőzésen győzelem esetén helycsere történne, aztán pedig a 10 pontos bölcsöt is meg tudnánk előzni. Itt a őszi, a téli szünetben sok változás történt a csapat házatáján, ugye a őszi szezonban még sokszor voltak létszám gondjai Bancsó Károly edzőnek. Most viszont egy szerencsés vagy egy véletlen történet alapján újra bővült a Hajdunánás kerete. A MB2-es csapatból, Tiszavasvály csapatából 3 hajdunánási, aki ott játszottak, visszaigazoltak. Éppen a héten történt meg ez a váltás. Így Ötvös Nándor, Bence Viktor és Kelemen Zsolt újra a Hajdunánás csapatát erősíti, és ahogy látom, azonnal a kezdő csapatban kapnak helyet. De nézzük akkor a mérkőzést. Kék mezben a vendég Heves csapata, piros mezben pedig a hazai Hajdunánás csapata, ahol Gönci Regő kezd bal szélen, Ötvös Nándor bal kettőbe, Kelemen Zsolt, Morogán Péter, Deli Zoltán, és Bence Viktor jobb szélen a kapuba, Tanyi Dénes, alias Süni kezdi a mérkőzést, és látom, hogy egy zárt hatos fallal próbáljuk meg felvenni a versenyt a Hevesi csapat ellen. Azonnal egy hibát vesz észre a játékvezetők. A játékvezetők, akik Kati Péter és Maródi Ádám, debreceni játékvezetők, ők a Deac MB1-B-s és MB2-es csapatában is játszanak. Mind a ketten nagyon jó kézilabdásokat, reméljük, hogy itt a játékvezetésben is megmutatják, hogy milyen egyenesbe tudnak lefújni egy mérkőzést. A Heves csapatát főleg fiatalabb játékosok alkotják, akik nagyra törő tervel igyekeznek a NB1-es Eger csapatába bekerülni, tehát mindenféleképpen szeretnék megmutatni magukat, hogy mennyire ügyesek. A védekezésben a 15-ös számú Terenyei Ádámot, Ádám, hívnám fel a figyelmünket, ő még NB1-B-t is megjárt játékos. Védekezésben mindenféleképpen oszlopa lehet ennek a Heves csapatnak. Egy labdaszerzés követően Tanyi Dénes első védése. Bravo Dénes! Nagyszerű, egy zicser védéssel kezdi meg. Ötvös Nándi a gyors lerohanás. Próbálta Deli Zoltánt észrevenni, de Deli Zolt most elütötték a labdát a fej magasságban, és már is jön a gyors lerohanás a Hevesi csapattól. Igen, látható, hogy ők is nem fognak megállni, villánygyorsan fognak játszani a Hevesi csapatról. 19-es számmal Patkovics Dávid jobbszélen, aki az előző technikai hibát elvétette. 17-es számmal balátlőbe Bettenbuk Gábor, és egy labda szerzés a 3-as számú Gyarmati Balázs ellen fautoltunk. Beállóban pedig 11-es számmal Bettenbuk Bence, és egy újabb labda eladás, egy újabb labda szerzés. Látható, hogy kicsit idegesen kezd mind a két csapat, de nagy tétje van ennek a mérkőzésnek, ugye a dobogóra lehet ezzel a győzelemmel feljönni, tehát mindenféleképpen célja a két csapatnak. Bence Viktor ugrott be, nagyszerű labdát kapott, és a 3-as számú Gyarmati Balázs lökte meg a levegőben, nem lehet más ítélet, mint 7 méteres. A 7 métereshez Ötvös Nándor érkezik. Na, nagyon ritka ilyet látni a Maródi
Ádám vette észre, hogy a Nándinak a lába rásúszott a vonalra. Jó bejátszás, jó megszerzés, elnézés, jó labdaszerzés, bravo! Igen, még mindig a Nánási játékosok kérdezik a Marudit, hogy mi történt a lábával. Kelemen Zsolt jól teszi szélre. Regő átugorja a belső védőt, és a egyik legfiatalabb játékosunk Gönci góljával 1-0 a mérkőzés állása. Bravo! Gönci Regő első góljával. Hallhatjuk, a Gyarmati Balázs próbálja irányítani a heves csapatát, egy helycsere után és a befutó után próbálnak egy lövéssel. Igen, a hetes számú Mocó Márkó, aki a gólőlista elején áll, őre kell figyelni, őt jobbáklövőbe balkézzel figyelni kell rá, mert nagyon rendkívül gólerős, de nagyon reméljük, hogy tudják ezt a mi játékosaink is, most előre is helyezkednek. Bodogán ütközik vele nagyszerűen, majd egy szabad labdára nem tudtunk rámenni, azonnal passzív jelzés, 4 passz, még 3 passzuk van, jó, hogy itt elmennek a lövésekkel, és ma sajnos Mocó első góljával egyenlít a heves csapata. Tehát, mint mondottam, a három új, régi hajdonánási játékossal rendkívül erőssé vált a keretünk itt a megyei bajnokságban, és így nem lehet más a célunk, mint az első három hely valamelyikén végezni. Sajnos az első helyzet már nagyon-nagyon messze van, így egy nagyon jó tavasz, egy rendkívül jó tavasszal is nehéz lenne utolérni őket, de a dobogóra mindenféleképpen cél és feladat a csapatnak feljönni, és így hajdubiari csapatként akár esélyünk lehet a NB2-es szereplés jogát kivívni. Ugye az hajdunánás nagyon nagy múlttal rendelkező mind a férfi, mind a női szakákban, mind a két szakákban ugye szeretnénk osztályt lépni, és így Bence Viktor erre rá is érzett, és nagyon reméljük, hogy az ilyen góljaival segíti majd a feljebb jutást. 2-1 arányban vezet a hajdunánás csapata. Közben egy jó védekezés. Igen, hallható a kispadról Bancsó Viktortól, hogy bátran ütközünk. Bodogán ütközött, nagyszerűen állt a útját a gólerős Mocónak. Nagyszerű, és meg is tudtuk állítani, őket már nem tudnak gyors támadást alakítani. Nézzük a hevesiek támadó játékát. Igen, helycsere. Nagyon kijátszották, elfogadtuk sajnos a falban a zárás, és a zárás mellett a hármas számú Gyarmati Balázs góljával egyenlít a heves. A hetedik percben járunk, és 2-2-es döntetlen a mérkőzés állása. Én még mindig érzem a két csapaton azt a kis mérkőzés elejé idegességet, illetve nyilván benne van ebben ez a szokatlan vasárnap este 6 órai időpont is. Azért ez sem kedvez egyik csapatnak, de hát mind a kettő csapatnak vasárnap 6 óra van, így ezzel nem lehet takarózni, ugyanúgy kell játszani egy helycsere után. Ötvös Nándi teszik kell fel Kelemennek, hogy kikerült terenyeit, próbálta bejátszani Delinek, aki majdnem össze tudta szedni a labdát. Igen, ott középen a terenyei vezetésével nehéz lesz feltörni a falat, de nézzük a Nánási játékosokat. Bence Viktor próbál most egyénileg megoldani a helyzetet. Szabadobás fut a játékvezető, Kelemen Zsolt bal kézzel teszi tovább, ötfős állítja most meg a csapatot, és próbálja egy jó támadást előállítani. Egy sánc után két passzon még el kell lőni, és újabb sánc, most két lövésből kettőször sáncoltak, és passzív jelzésnél Deli Zoltánnak egy nagyszerű pimasz bejátszás, és Deli Zoltán góljával 3-2, jön egy gyors lerohanás, őt meg kell állítani őket, egy jó ütközés volt, a szélső szedi össze, és Tanyi Dénes áll, de miért? Talán belül védekezés fújja Maródi játékvezető. Igen, belül védekezés fújja, azt gondolom, hogy a játékosok jól állták útját a hevesi támadóknak, de nézzük. Gyarmati egy lövőcsel után
egyenlít, így újra egyenlő az állása két csapat között. Nézzük a felállt fal ellen. Ötvös Nándi ugye egy érdekes helyzet lehet azért a pályán lévők között, hiszen ezen a héten tértek haza Nándiék, és így viszonylag kevés idejük volt arra, hogy összeszokjanak, hogy begyakorolják a Banjo Károly által fémjelzett támadó mozgásokat. Ötvös Nándi ezért egy egyéni lövést próbált meg, egy nagyon szép átlövés volt, sajnos most a kapufára ment a lövés. Így a mérkőzés 9. percében a győzelemért támadhat a hevesi csapat. Megint csak hallhatjuk Gyarmatitól, a hevesi csapat irányítójától, hogy próbálja mozgatni, próbálja támadó taktikát elmondani a hevesi csapatnak. Egy helycsere után újra Mocó kerül középre. Gyarmati kapufa, Bodogánia kipattanó, nagyszerű, bátran vigyük előre a labdát. Deli Zoltán most talán feleslegesen ütött el a labdát, kétszer így visszaélnek a hevesiek. Már is Kelemen Zsolt jobb szélen, Bence Viktor pedig bátran viszi be, kap lövés a kapufára megy. Igen, ő azért a MB2-ből egy osztállyal magasabb szintről érkezett, és ezeket bátran beviszi ezeket a helyzeteket, be is kell, jelzem. Jó labdaszerzés a bejátszás után, Tanyi Dénes veszi észre Gönci Regőt, de Mocó Márkó jól ért vissza, és csak ki tudta ütni a labdát. Semmi baj, ezeket bátran el kell, én azt gondolom, el kell dobni ezeket a labdákat, el kell intani, támogatni kell a gyors játékot. 10. percben vagyunk, és nézzük a nálásiak újabb támadását. Deli Zoltán a falban mutatja magát, igen, oda is, és meg is kapja, nagyszerűen, bravo! Egy nagyon jó zárás után szinte érződött, hogy oda fog menni a játék, és közben a szép gólnál Gyarmati marad lent. Hát sajnos nem láttam, hogy mi történt, talán a felugrásnál. Igen, most mutatja, hogy Kelemen Zsolti, ahogy felugrott a lendítő lábbal, eltalálta a Gyarmatinak a hasártestét, és kicsit beszorult a levegő, most mutatja, hogy egy kis időt kér pihenni, így a helyére 88-as számmal Pocok Botond érkezik, aki szintén fiatal játékos, de már próbálja szervezni, próbálja a támadó játékot irányítani a csapatnál. Szintén egy helycsere, kicsit lassan kezdik el ezt a mozgást, így azt gondolom lehet rá. Nagyszerűen így a 2-2-es játék szituációban Bodogán nagyszerűen osztották el az embert, a beálló a Deli Zoltáné volt, és Bodogán pedig nagyszerűen lépett ki. Megvan mindenkinek az embere, nagyon jól védekezünk, nagyon jól tömködjük a lukat, így van, kerüljük az állót. Megint csak ez a zár hatos falnak, ez megint csak egy jó ütközés, és Sáncról megy ki a labda. Így van, ez középen kellenek ezek a jó ütközések, ezekből a keresztmozgásokból a fiatal hevesi játékosok ne tudjanak átlőni. Újra Bodogán tartja meg jól. Az újonnan beállt Pocok próbálta lövéssel bevenni Tanyi Dénes kapuját, de nem. Bodogán sajnos elejti a labdát, lehet egy kis izzadság, csepp van. Ötvös Nándi még megzavarja, és Tanyi Dénes megfogta az ittszert, és újabban megfogja! És a kipattanó! Kifor és Ötvös Nándié! Semmi baj Dénessel, két hatalmas védéssel véteti magát észre Dénes. Ötvös Nándi közben ki Bence Viktornak, aki sajnos a kezébe lövi a hevesi kapusnak, akiről még talán nem is mondtam, hogy Kökény Tamásnak hívják, és most nagyszerű zicser fogott ő is, de ez mindsem von lett Annyi Dénes rendkívüli védéseiből. Bravo Dénes! Csak így tovább. Jó, Gyarmati visszatért, egyébként Pocok előző támadásban történt lövése után vissza is tér Gyarmati, ugye azt, hogy kipihente magát. Mocó megy ez Gyarmatinak tovább, tovább próbálna belemenés! Deli Zoltán nagyszerűen nem ment el a passzoló cserre, és így belemenés után Tanyi Dénes mutatja, hogy nyugodjanak meg, vigyük fel a labdát most lassan. 4-3-as vezetésnél, és jön is az instrukció, hogy a támadásba a zicsereket jobban használjuk ki, próbáljuk meg
góllal befejezni ezeket a helyzeteinket. Ötvös Nándi most szépen lassan körbeadogatják a labdát, a hajdunánási fiúk, és próbáljunk egy jó befejezést megnézni. Kelemen Zsolt, Nagy Laci, Ötvös Nándi, ott már megvolt az ígyszerje, az egyértelmű, hogy 1-2 között megnyílt a fal, Nándi nagy lendülettel ment be, ugrott be, és az előző lövés után Deli Zoltán megy oda a 7 métereshez. És egy lövőcsel után sajnos a kapu mellé lövi ezt a labdát, így marad a 4-3. Igen, igen, még mindig ez a 14. percben, még mindig talán az idegesség számlájára lehet írni ezeket a helyzeteket. Sokkal nyugodtabban ezeket be kell lőni, és akkor már a mérkőzés elején itt közé lehet tenni nagyobb különbséget a két csapat között, mert hiszem, látom, hogy azért a hajdunási csapat jobb ennél a hevesi csapatnál. Tehát nem lehet itt probléma a két pont sorsával. Megint csak egy bejátszást próbáltak, de a rendkívül jó hatos falas védekezésünk megint jól működött. Kelemen, Bodogának tovább, be is kell menni, sajnos talán két kézzel lökték a Bodogánt, mint azt éreztem volna, csak nem szokott. És a belemenés megvolt, Bence Viktor minden rutinját összeszedte, és most Ötvös Nándi mutatja, hogy valami, álljunk meg. Időkérés. Bandzsó Károly kér időt, és hallgassuk meg, hogy a... Hajdunánás időkérés után egy cserét látok, a Bence Viktor lejön pihenni, és Kis Dávid érkezik jobb szélre, aki a csapatunk egyik kettős játékengedéllyel rendelkező játékosa. Ő tegnap az NB2-ben egy viszonylag nagy érdeklődésre hivatott mérkőzésen vett részt. A Miskolc csapatába játszik, Torma Antal társaságában, és tegnap a első helyezett Mezőköves ment a második helyezett Miskolc csapatához, és a Miskolc csapata 2 góllal legyőzte 1200 néző előtt a Mezőköves csapatát, így most pontazonossággal állnak. Úgyhogy egy nagy harc után érkezett most ő ide segíteni a hajdunánás és szülöttként a hajdunánás csapatának. Most azonnal próbáltunk neki előkészíteni egy lövést, most még nem vállalta el, pedig érződött, hogy méterekre, centiméterekre mérve is hatalmas távolságra volt a védők felett. Bátran Dávid lőni kell. Ötvös Nándihoz érnek most ki, ilyen rendkívül agilisan és keményen érnek ki a hatos falról ezek a játékosok. Kelemen Zsolt tovább, Ötvös Nándi egy lövőcsel után próbálta kitenni Kis Dávidnak, de bele tudott még érni a 81-es számú hevesi Barta Bence. Így van, halljuk a kispadról is, hogy folyjon a játék, menjen a labda, menjenek a passzok. Nagy Laci, Kelemen Zsolt beleáll, de az egyenes oldalt jól fogta a kapus, de a kipattanóra Deli Zoltán érkezik nagyszerűen, és így az ő góljával, ő második góljával, immár 5-3 a mérkőzés állása. Újra nagyszerű ütközés, bravo, nem is lehet más. Itt a fiatal hevesi játékosokat bátran ütközésekkel meg kell tántorítani, el kell venni a kedvüket, hogy szabadon lőjenek. Most remélem, hogy most is az lesz. Gyarmati tör rá, próbál kifele cselezni, a szélsőt próbálta helyzetbe hozni, hogy középre kerül a labra.
és megint csak egy átlövéssel próbálnak, de így van, meglökték a Kelemen Zsoltit. Tanyi Dénes sokadik remek védése. Bravo, az egyenes oldalt nagyszerűen védte. Ötvös Lándi, áj, kicsúszik a labda, de szerencsére Terenyei fautolta őt. Deli Zoltán kéri a 3 métert, majd pedig Ötvös Lándi próbálja bejátszani. Kelemen Zsolti ugrik be, talán ez belemenés volt, igen, ez talán érződött és fújható is volt. Lehet, ki lehetett volna ütni a Göncinek. Még villám gyorsan érkezni. Bravo! Tanyi Dénes sokadik védése. Süning, óriási. Óriási, milyen jól véd. Bravo Dénes, bravo Süni. Így van, megcsodálhattuk már ősszel is ezeket a remek védéseit, és most megint csak bemutatja ezeket a csodás zicser védéseket. Most Kelemen Zsolti próbálja jó sáncolni, Ötvös Nándi jól dobja előre, nagyon gyors a fiatal Gönci, de azért ennyire nem. Rendkívül jó védekezés után, védés, sáncolás után egy kicsit elhamarkodott támadójáték. Nem baj. Jön a kispadról a kis Rika, hogy lassú vagy regő, hogy ő megtett mindent. Egy lövőcsel után sajnos a lába tovább ment a gyarmatinak, így nem sajnos. Egy lépés hibával Ötvös Nándi érkezik, villám gyorsan, és félpályáról felgyorsulva 3 lépésből neki már zicser, de Kökény újra jól védett. És ez a fránya jobb szélső helyzet, az előbb Bence Viktor és felső kapufát lőtt, most pedig ő is, és újabb belemenés, és egyértelmű. Nagyon jól védekeznek a hajdonállási fiúk, nagyon jó ütembe lépnek be a vak oldalra, ugye a labdát váró támadó játékos várja a labdát, és a támadó kapunak ugye háttal van, és hogyha egy jó lábbal rendelkező, gyors lábakkal rendelkező hajdonállási védő beáll elé, akkor bele fog fordulni. Ezt már kétszer is megcsinálták. Ez egy rendkívül jó védő taktika, amelyet a hajdonállási csapat remekül alkalmazott. Ötvös Nándi, Nagy Laci. Nézzük a újabb támadójátékunkat. Ötvös Nándi, Kis Dávid. Nagyszerű! És igen, neki ez új gyakorlat, ahogy felment és ahogy ez belőtte. Bravo! Szép gól volt. Ezt is várjuk, hogy süljön a keze és lőjük a gólokat. Bent a falban egy kis szabálytalanság. Ötvös Nándi gyorsan nem tud indítani, akkor próbáljuk meg lassan felállt fal ellen. Így van. Bodogán Péter érkezik le a védekezésből, és Nagy Laci érkezik helyére támadásba, jobb átlövőbe. Most ő próbált egy az egyezni nagyszerűen, tovább neki, és na, test mellett most már Kökény sem tud védeni. Nagy Laci, nagyon szép gólja, ahogy ezt előtte, így 7-3 a mérkőzés állása. Nézzük azt a védekezést, eddig ez nagyon jól működött, mutatja ezt a 3 gólunk is. Macó megint, most igen a visszahúzott sarokba ezt lendületből fel tudott ugrani és be tudta lőni. Ezzel 7-4 a mérkőzés 20. percébe. Ötvös Nándi kap egy kis pihenőt, így Bodogán marad irányítóba. Deli Zoltán még mindig beállóban. Látható, hogy pihenteti Banzsó Károly játékosait, forgatja, keresi a legjobb hatost, illetve mindenkinek lehetőséget biztosítva próbáljuk színesíteni a támadójátékot. Bodogán, hát és sajnos a jó passz után jól tett neki Göncinek, aki elejtette a labdát így egy technikai hiba után. A hevesi támadást láthatjuk ismételten. Gyarmati tovább. Bartánál most a labda, Gyarmati törkapura. Mocó érkezik, de jól zárnak össze, hogy Deli Zoltán most a másik kettesben, és védekezésben Tupica Róbert a pályán jobb kettőbe, ő segít most itt a csapatnál. Gyarmati, nagyon jó ütközés, és egy elhamarkodott lövés után a kaput nem találta el a fiatal hevesi átlövő, Bodogán. Jaj, reméljük nem adja el, de Kelemen nagyszerűen, mert csak le kell osztani. Bodogán újra észreveszi a két ember között a pici rést. Tehette volna Kis Dávidnak, aki zicserbe volt jobb szélen, de ő inkább beugrott, és az előbb meglökték két kézzel, nem tudták megállítani. Most viszont mutatja a hevesi csapatnak a talánstalanságát, hogy a hevesi csapat kér időt, így 8-4-es hajdonállási előnél időkérés a hevesnek.
A hevesi csapat időkérésénél annyira voltam figyelmes, annyit hallhattam, hogy bátran a zárásokba való betöréseket kérte a hevesi csapat edzője. A hajdunás csapatnál pedig Banzsó Károly megint csak próbálta tüzelni a játékosokat, hogy a védekezésből támadásba való átmenetet még gyorsabban próbálják átvinni, és még gyorsabban próbáljanak támadásba lendülni. És bátran, bátor támadás befejezést kért a fiúktól. Védekezéssel azt gondolom nem lehet probléma. Ugye a Gyarmati és a Mocó két-két góljával 21 perc alatt 4 gólt kaptunk. Én azt gondolom, hogy ez remek védekezés, nagyon jó teljesítményre adhatok ott. Mocó most Kelemen, és a Tanyi Dénes még jól tudott beleérni. Igen, balszélen Gönci megint jól elszaladt. Tupica viszi keresztbe. Kelemen, felugrás, felugrócsel, és próbálta tovább tenni, de akkor már megfautolták. Így van, nem szabad hagyni, végezzük el gyorsan, ne cseréljenek, így nem jött be a védekező specialista terenyei, így most a két fiatal van középen. Nézzük, Nagy Laci, Kis Dávid, Nagy Laci, Bodogán, Kelemen. Bodogán egy helycsere után Kelemen Zsolt érkezik, egy nagyszerű csel után, áj, sajnos a kapufa egy nagyon jó lövőcsel után kapufára, megint csak Tupica Róbert ütközik nagyszerűen, megint az előző jó lábmunkával ért oda. Mocó egy helycsere után Gyarmatival, de hát itt a Hajdunánáson az egyik vonal kicsit magasabban volt, és Mocó elesett benne, megint csak egy jó kilépés, de annyira mégsem jó, hiszen még el tudta lőni így Mocó harmadik lövésével. 8-5-re szépít a heves csapata. Kelemen Zsolt, így van, Gönci Regő érkezik, egy kis pihenőt kap, és őt váltja bal szélen Széki Sanyi, csapatunk legfiatalabb tagja, ugye egy 2006-os születésű fiatal, még a Serlő csapatban is helye van. Így is van, hallhattuk a kispadról egy jó előkészítés után, Nagy Laci Lecsó góljával 9-5 a mérkőzés állása. Nagyszerű villámgyors támadó játék volt, bravo fiúk. Igen, védekezésben jó hallani, ahogy beszélnek a játékosok, és most egy váltás volt, eddig csak védekezésben bent lévő terenyei beállóban is helyet kap, próbálja zárni és segíteni ezzel a támadókat, de nagyon hamarabb össze kell zárni, még hamarabb egy picivel. Jó. Nagy, erős hatos falunk van, én azt gondolom, erős srácokból áll ez a hatos fal. Egy jó lábmunkával nagyszerűen meg lehet akadályozni ezeket a gyors hevesi játékosokat. Most éppen ez nem sikerült, de Gyarmati már kicsavarodva érkezett a falba, és így nem tudott kapura lőni. Széki egy nagyszerű csel, Kelemen, Bodogán tovább, ott érkezik Tupica, felugró csel után, ő nem passzolt, és így második góljával, második bátor góljával Bologán Péter 10-5 a mérkőzés állása. Nagyszerű. Itt a védekezésben talán volt egy kis hiányosság, de támadásban ezt most felettette velünk, és nagyszerűen vitte be, átvágta a hevesi védelmet. Pocok most bal szélen, a 31-es számú Barta Bence balátlövőben, hát a hevesiek is próbálják forgatni a játékosaikat, és próbálják frissíteni a csapatot, és sajnos ez nem sikerült az ő részükre, sajnos, és nagyszerű a védekezésünk. Én azt gondolom, 25 perc alatt ez a kapott 5 gól, ez nagyszerűen működik a védekezünk, ez a zárt hatos fal,
nagyon jól összeállt, és jól zárja a hevesiek támadásait. Borogán most irányítóban Kis Dávid, Nagy Laci, egy picit, most talán ez egy kicsit elhamarkodott lövés volt, már kicsit ki rossz szögben látta a kaput, és így nem tudta kellőképpen jól ellőni. Mocó pedig az 1-1-et Deli Zoltán ellen hol vette fel, jól vette észre, hogy talán az Zoli egy kicsit már fáradt, és így meglőtte saját maga negyedik gólját, a hevesiek hatodik gólját. 5 perc van még az első félidőből, én azt gondolom, hogy van idő arra, hogy nyugodtan egy előre begyakorolt figurát próbáljanak a srácok játszatni. Ugye mondom ezt az előre begyakorolt figurát úgy, hogy azért a srácok nem sokat tudtak együtt mozogni, de mivel mindenki ugye hajdunánási születésű, ezért nem lehet probléma egy ilyen játékkal, és ugye a Miskolcról hazaérkező Kis Dávidnak sem okozott ez problémát, jól tették ki neki, és Kis Dávid szép gólt lőtt. A gyors középkezdés után viszont már a 31-es számú Barta Bence is beköszönt. Egy kitempózott felugrásból a visszaoldalra visszalőtte, és ez sajnos nem volt most esélyet annyi Dénesnek. Akkor ugye semmi panaszunk nem lehet, mert az első 15 percben zicsereket fogott rendre. Nézzük a támadó játékunkat, megint csak egy helycsere, próbáljuk mozgatni, próbáljuk kimozdítani a hevesi védőket. Nagy Laci! Aj, de pimasz bejátszás, de fussunk vissza! Gyarmati kétszer is engedte lekattanni a labdát, aztán pedig egy pimasz cunderrel véteti észre magát, így 11-8-ra szépítenek. Igen, támadásban most a elmúlt három támadásjátékban egy kicsit hamar elszórtuk a labdát, ugye egy rossz ütemű lövés, egy rossz bejátszás után azonnal közelből jön az ellenfél, ezt nem lehet megengedni. Na jó, ott van a hely, nagyon jó bejátszás! És Terenyei a nevéhez híven, ott nem nagyon engedi, hogy megkapják a labdát. Törlés kérnek a hevesi játékosok. Nyilván még nincs olyan jó idő, mint tavasszal, de már most is a játékosok izzadt mezén való csúszás azért baleset veszélyes, ezért ezeket fel kell törölni, de én úgy látom, hogy meg is oldották. Regő próbált meg segíteni ezen, de már meg is hordották ezt a játékosok a cipőjükkel. Nézzük a támadó játékunkat. Bodogán egy nagyszerű átemeléssel erőből próbálta megoldani. Egy az egyből a kicsit a lendület hiányzott belőle, de az erő akkor is kompenzálta, meg a utolsó pillanatban meg tudták őt állítani. Őt lesz tovább Kelemennek. Nagy Laci, szintén cselez. Kelemen volt egy remek csel után, aztán nem lehet más, mint 2 perc. Így van, nem lehet más. Bettenbuk Bence, Kelemen Zsolt egy remek testcsellel vétette magát észre, és 9-es következik, ugye még jócskán a vonalon kívül volt ez a szabálytalanság. Nézzük, hogy milyen emberelőny és támadójátékkal tud a hajdunánási csapat gólt lőni. Nézzük ezt az emberelőnyt. Kelemen Zsolt, Deli Zoli az 1-2 közé helyezkedik. Nagy Laci, Bodogán, fiatal Széki Sándorra helyeztük ezt a befejezés lehetőségét, aki egy pörgetett lövéssel próbálta a kapus igen, itt a kispadról is hangzott, hogy talán nem ez lett volna a legjobb befejezés, de megpróbálták, és most nyilván a 2 perces hátrányban lévő hevesi csapat próbálja ölni az időt, próbálja a másodperceket minél tovább támadni. Kelemen. Így van, egyértelmű. Széki Sándor nagyszerűen védekezett. Nagyon jól lépett be a két támadó közé, és jól tudták megakadályozni. Így van. Bodogán megint egy kicsit elhamarkodottan lövi el. Igen, itt azt gondolom, hogy meg kell állni, és ki kell játszani ezt az ember előnyt. Én félfautós helyzeteket nem szabad bevállalni. Meg kell állni, és halljuk a kispadról is, igen, hogy
biztos góllal kell bezárni. Ez egy picit Deli Zoltán most, és itt keményen védekezett. Terenyei most minden rutinját. Nem ő volt. Én azt gondolom, hogy most a... Igen, én azt gondolom, hogy a játékvezetők első komolyabb hibája. Én azt gondolom, kettes védekezésben Tupica Róbert rántotta le a 15-ös számú Terenyeit, aki rendkívül szép cselt csinált, és a Borogán kapott egy 2 perces kiállítást. Így a hátralévő 1 percben 2 gólos előnyről jön a támadás. Bence Viktor visszajött azonnal a jobb szélre, és Kis Dávid, a jól cselező Kis Dávid jobb átlőbe. Deli Zoli szervezi most a játékot, egy helycsere után mondom be fog futni. Kelemen Zsolt, raj, de szép csel! Kelemen Zsolt számomra nagyszerűen támad, nagyszerűen játszik, és Gyarmati viszi végig ezt a labdát, és Gyarmati góljával 11-10-re jön fel a Heves csapata. Hát a biztos 4 gólos előnyről gyorsan elfogytunk, és 3-4 rossz támadó, rossz választás után azonnal 1 gólra érkezik a hevesi csapat, aki közben ki is egészültek így. Még 7 másodperc, lőni kell gyerekek, még 5 másodperc. Most nagyon jól fogták meg, és el is vették a labdát, így időn túli szabaddobás következik. A meccs sajnos most el kell vállalni, meg kell próbálni. Kelemen Zsolt, mint legmagasabb, nincs passz. Így van, próbálta feltenni. Át is adja Kis Dávidnak, aki... Reméljük, hogy nem fog senkit se fejbe lőni, mert ha ellövi, akkor sajnos 2 piroslapos kiállítást kell neki adni. De meg kell próbálni mindenféleképpen kapura lőni. Egy pimasz csavart lövéssel próbálkozott a kapus, hátra nem veszi észre. Élmény volt látni, de sajnos nem lett belőle gól, így a első félidő 11-10-es hajdunánási előnnyel zárhatjuk. Én azt gondolom, egy kis ideges kezdés után a második részben már teljesen jól játszottunk, ki is alakítottunk egy 4 gólos biztos előnyt, most viszont a 1 gólra feljött a Heves csapata. Hát reméljük, hogy a rövid szünet után kipihenten újabb új nánási gólokkal érkezünk vissza. Várjuk vissza önöket a szünet után. Bátorság, hogy bemenj oda, ahonnan más menekül. Erő, hogy segíts a gyengén. Egy csapat, hogy tartozz valahova. Megbecsülés, hogy érezd, fontos vagy. Egy hivatás, ami több egy átlagos munkánál. Egy hivatás, ami büszkévé tesz. Legyél hős, legyél tűzoltó.
És akkor a rövid szünet után vissza is térünk. Tehát egy rövid összefoglalóval, hogy kezdhetjük a mérkőzést, 11-10 arányban vezet a Hajdunánál csapata. Ideges kezdés után, de egy nagyon jó első félidő középső szakaszával. Nagyon jó támadójátékkal és rendkívül jó védekezésben. A 20. percig 4 gólt kaptunk ettől a hevesi csapattól. Aztán egy picit a támadásban néhány homokszem került a gépezetbe, és épp ezért közel tudtak jönni. De én nagyon remélem, hogy a hajdonási fiúk itt a második félidő elején, amit már el is kezdtünk, megmutatjuk, hogy ennek a mérkőzésnek csak mi lehetünk a esélyesei és győztesei. Bence Viktor, Kis Dávid, Ötvös Nándor, Kelemen Zsolt és Széki Sándor a kezdő ötösünk. Ugye még 34 másodpercig ember hátrányban játszunk. Ötvös Nándi, Kelemen egy befutás után Bence Viktor, és az sajnos nagyon olvasható volt, és Pocok villámgyorsan fut el, de itt is érződött, hogy milyen jó, hogy Ötvös Nándi utána futott, és ott volt a tarkójánál, ezért egy picit pontatlan lett a lövése, de a kipattanó labdát Gyarmatihoz került, aki 5. góljával döntetlenre alakítja a mérkőzés állását. 2 másodperc még, és ebben a pillanatban kiegészül a hajdunási csapat, így Tupica Róbert érkezik beállóba. Egy bosszantó technikai hiba, kicsúszik Széki Sanyinak a kezéből. Nagyon jól biztatja Bancsó Károly, hogy semmi probléma, előfordul az ilyen hiba, egy ilyen fontos mérkőzésen is. Kell egy jó védekezés, nehogy elhiggyék itt a hevesi játékosok, hogy nekik ez a mai nap hozhat babérokat. Gyarmati, Mocó középen, és Tanyi Dénes rendkívül jól érzi, hogy a visszahúzott alsó sarkot szeretné a gólerős Mocó Márkó. Bettenbuk a szabaddobással, aztán az ő testvére Bettenbuk Gábor Balázs lövőben. Nagyon jó, Ötvös Nándi mutatja meg a fiatal Mocónak, hogy nem olyan egyszerű itt gólt lőni. Gyarmati csel után tesz tovább, és óriási belemenés, igen, nem is lehet más. Bentenbuk túl közel ment, és Bence Viktor minden rutinját összeszedte, és belemenés így ebben a Ötvös Nándi. Kelemen, Ötvös, és jól zárnak össze, így a gyors lerohanásból gyors góllövés nem jött össze. Ötvös, Kelemen. Van egy keresztmozgás, amelyre Kelemen Zsolti érkezik. Csak elejti a labdát, rossz oldalt választott, és így a terenyei jól tudott vele ütközni. Kiszámítható volt most ez a játék, hogy mit szeretnének. Gyerünk, fiú, gyerünk, kell egy villantani, kell valami. Ötvös Nándi, Kelemen, megint csak az átemelés, és ott középen, de Bettenbuk jól fogja meg, passzív jelzés. Egy üres helycsere után Ötvös Nándi érkezik középre, és ha ő ilyen lendületből érkezik, nem is értem, hogy miért kellett ilyen sokat várni Ötvös Nándor első góljára. Bravo Nándi, az újra az hajdunánási góllal köszön be. És egy labdaszerzés, Kis Dávid leüti, és Ötvös Nándi. Érkezünk, gyorsan egy nagyszerű bejátszás, Bence Viktor tovább Kelemen Zsoltának, aki 1-2 között megy be, Széki Sándoré a labda, és a kapus hóna alatt nagyon jól vette észre a fiatal Széki, hogy a kipattanóra rá lehet repülni, és jó, egy kicsit nyögvenyelősen indult, döcögösen indult a támadó játékunk, de aztán a végére megtalálta a labda azt az embert, aki biztosan gollá érett. Itt 13-11 a mérkőzés állása. Gyarmati egy helycsere után. Macó megint csak a rövid sarkot próbálta, de a Kelemen Zsolt már jól segítette a védekezést. És úgy látom, egy kis összeszólalkozás van a falban a Tupica Róbert és a fiatal Bettenbuk között, de remélem, hogy Tupica Róbert jól fogja ezt leabszolválni ezt a védekezést. Ötvös Nándi védekezett jól, és Tanyi Dénesnél kötött ki a labda Gyarmati. Tovább Mocónak, aki beállónak próbálta, megint csak jól megelőztük, megint csak Bettenbuk, teljesen jó ütközések. Mocó,
Mocó megint csak, ő próbálta kitámasztásból előni, de lövése céltéveszti kapufáról, az oldalvonalon kívülre került a labda, bedobás Tanyi Dénes, Ötvös Nándi, Kis Dávid, aki leteszi Bence Viktornak, és már is próbáljuk építeni a támadó játékunkat. Tupica, Ötvös, Kis Dávid, Tupica, és egy befutóból érkezett, de Kelemen Zsolt most nem passzolt, hanem átlövéssel próbálkozott, de kiszámítható egyenes oldali lövését Kökény viszonylag könnyedén fogta. Mocó Márkó próbál betörni egy-kettő között, de Ötvös Nándor és Széki Sándor jól zártak össze. Gyerünk fiúk, kell még egy védekezés, most középen maradt Terenyei, aki el is küldi a beállóját, és próbál majd talán egy az egyezni középen. Bettenbuk. Most próbálják egy befutást, így van. Érkezik a fiatal pocok. Bettenbuk, Terenyei, tovább, és Gyarmati jól jött be abba a lukba, amelyet megkreáltak neki, Ötvös Nándi. Széki, Ötvös Nándi most balátlövőbe, Kis Dávid, de Körfejesi Zsolt érkezik most balátlövőbe. Ő is egy nagy visszatérő a csapatnál. A tanulmányai hatására évekre abbahagyta a kézabdát, de most újra itt van közöttünk és segíti a hajdunás csapatot. Kis Dávid nagyszerű, csel után jól ment be, és a levegőben a kör fölött még meglökték, ezért nem lehet más, mint 7 méteres. 7 métereshez pedig összekacsint Kis Dávid és Ötvös Nándi, és Ötvös Nándira mutat a Dávid, hogy lője be az általa kiharcolt büntetőt. Ötvös Nándi, tehát 13-12-es hajdunánási előnynél, lövőcsel nélkül a jól kimozduló Kökénynek a kezébe lövi. Picit szokatlan még ez a fajta védési stílus, és de ezt nem kell megmagyarázni, Kökény ügyesen védte. Gyerünk fiúk, védekezni tovább, és gólokkal befejezni a támadásokat. Megint csak szépen lassan adogatják körbe a hevesi játékosok a labdát, Bettenbuk. Macó érkezik középen, de Körfélyesi jól lép ki, és jól állítja meg Gyarmati most. A kapuba is cseréltünk, a Tanyi Dénes helyett. Miközben próbálom, Kis Dávid óriási gólt lő a gyors lerohanásból, bravo, ez nagyszerű támadás volt. Jó, adós vagyok még Reszegi Zsolt nevével, elnézést itt a gyors lerohanás után, tehát gyors labdaszerzés után Reszegi Zsolt érkezett a kapuba, így a ő beállásával már is egy jó védekezéssel kezdjük ezt a támadást, most pedig hajdunánás csapatáé lesz a labda, úgy látom. Nem láttam most, erről megmondom őszintén, lemaradtam, hogy miért milyen a labda. A játékvezetőnél reklamáltak hevesen a kispad. Ez egy sárgalapos figyelmeztetés, és a labda pedig a milyen hajdunánásé, Körfélyesé, Tupica. Molnár István Vajk érkezik középre, aki szintén hajdunánás egyik tehetséges játékosa. Sérülés és betegség után tért most vissza. Nézzük, hogy középen hol tud bekapcsolni a játékban. Kis Dávid tovább Molnárnak, aki cselezés után próbál tovább tenni. Molnár István próbál cselezni, tegyük a labdát, tegyük, menjen a labda, menjen. Csak nekik jó, hogyha tördelik. Bence Viktor sajnos nem tudott vele mit kezdeni, ezért próbálta beállnak bejátszani, de ezzel csak zicsert teremtettünk a kettes számú hevesi játékosnak, aki újabb góljával utoléri a hajdunánási csapatot. Azt gondolom, ez egy rossz támadás befejezés volt, belökték a Kis Dávidot Bence Viktor elé, ő próbálta még menteni a menthetőt, de sajnos pontatlan volt a labdája. Nézzük a mozgásokat. Beálló fog kilépni. Tupica érkezik, Kis Dávid középre érkezik, Körfélyesi tovább a labdát.
Molnár István, Körtfélyesi, bátran el kell ülni a passzából. Igen, éppen a héten volt egy edzőmeccs a fiúknak, ahol Körtfélyesi ezeket nagyszerűen lőtte be, és nagyszerűen átlövés gólokat lőtt, most passzot választott, Molnár István vagy, sajnos bele sokkal, így a újra Hevesi a labda, de Kis Dávid nagyon szemfülesen éri ezt el, Bence Viktor ugrik be, és még tenyerei előtte, a hatos vonal előtt tudott egy kicsit fautolni, így újra Hajdunánási a labda. 14-13-as Hajdunánási vezetés még mindig. Nagyon-nagyon közel engedjük magunkhoz a Hevesi csapatot. Tupica Róbert most beállóba. Molnár István, Körtvélyesi, Kis Dávid. És nem lehet más. Mutatja is. Mutatja a terenyei, hogy mellkason vágta, és ja. És nem lehet más, hiába, sajnos terenyei egy jó kilépés után. Kis Dávid óriási lendülettel, óriási magasságban volt, és lehetetlen volt elérnie terenyeinek Kis Dávidot, és mellkasát, nyakát, fejét érte el, így nem lehet más a büntetése, mint piros lapos büntetés. El is ismerte a terenyei, így a második félidő 10. percében. Elnézést kér a csapattársaitól, és leül a nézőtérre. Én azt mondom, ez nagyon becsületes, hogy elismerte hibáját, szerencsére Kis Dávid is jól van. Egy jókora mellyport kapott ugyan, de ezzel mindenféleképpen gyengül a Heves csapata. Gyerünk, fiúk, az egy fordulópont lehet a mérkőzés menetében. Ötvös Nándi érkezett vissza kettőbe, Körtvélyesi és Tupica a 2-3-asba, Kis Dávid, Bence Viktor a jobb szárnyon próbálnak védekezni, és ezt a ember előnyös védekezést, ezt ki kell védekezni! Mondom, hogy ki kell végezni, és Tupica mellett Gyarmati rendkívül gólerős játékával próbálnak a gólt lőni, így az ember előnyünk egy rossz kiadott labda után, ami rossz, roppant bosszantó ilyenkor. A Frány labda, Tupica, Bence Viktor, Kis Dávid, 1 perc, 20 másodperc, még ember előnyünk van, ezt mindenféleképpen góllal kell befejeznünk ezt a támadást. Az, hogy a 2 gólos előnyünk meg legyen ismét, jól tesszük körbe a labdát, és Bence Viktor tovább Kis Dávidnak, aki megint csak, és pontatlan a játék, pontatlan, hát megint csak egy, ez az ember előnyös játékban egy kis hiba csúszott. Itt ezek a kis nüanszi dolgok azok, amelyek ugye a játékosnak az összeszokatlansága. Hiába ugye ők mindenki hajdunánási és együtt nőttek fel, mindenféle korosztályos csapatban együtt játszottak, vagy az elmúlt évek NB2-es csapatában, de most mégis egy pici hiba csúszik egy ilyen emberelőnyös támadójátékban, az probléma. Fiatalkora ellenére most rutinosan mutatja Bentenbuk, hogy törlést kér, ezért Molnár István Vajk érkezik törölni, nagyon becsületes módon segíti ezzel csapattársainak a munkáját, de most sokkal fontosabb, hogy 38 másodpercig még emberelőnyben vagyunk, semmiféleképpen nem kaphatunk gólt, és még jó lenne ennek az időnek a lejárta előtt egy góllal befejezni ezt a játékot. Nézzük azt a védekezést, gyerünk, fiúk! Jó, Széki Sanyi nem engedi a fiatal mocór bemenni. Jól védekezett most. Megint csak egy kereszt, Bettenbuk. Macó mutatja ki szélre, de ugye nincs szélsője. Jó, hogy nem tette ki. Ölik az időt, próbálnak sok faultal az időt ölni. Egy jó bejátszás, de Ötvös Nándi remekül ugrott közbe, és nagyon szépen próbálta elhalászni a bejátszást a Hevesi támadók ellen. Most már passzív jelzés. 3, közben sajnos letelt a 2 perces kiállítás, így újra emberazonosságban támadhat a Heves csapata. Passzív jelzésnél Gyarmati 8. góljával 15-15 a mérkőzés állása, tehát nagyon nem jól jöttünk ki ebből. Kis Dávid egy rendkívül jó indulócsel után
egészen mélyen volt a súlypontja, és könnyedén vágott, ment át az embereken, viszont Kökény Tamás egy szemaforral kijött, és ezt nagyszerűen védte. Ami szép, az szép, azt el kell ismernünk. Ennek ellenére 13. percben járunk, és döntetlen az állás, tehát fejfej mellett a két csapat. Egy helycsere után Bettenbuk érkezik középre, és most ő süti el a kezét. Első kapura lövéséből megszerzi az első gólját. Ötvös Nándi Kis Dávid nagyszerűen cselez vissza, de a Bettenbuk fivérek egyike jól fogja meg. És 15-16-os hevesi vezetésnél Bandzsó Károly időt kér. Nézzük, hallgassuk, hogy mivel tudja kicsit felpörgetni a csapatot. Időkérés követően nagyon remélem, hogy újult erővel és gólokkal vétette észre magát a hajdonási csapat. Vissza jön, úgy látom, hogy nem a kezdő csapat. Molnár István vagy bal széle, Kelemen Zsolt bal átlövőben, Ötvös Nándi irányítóban, Kis Dávid jobb átlövőben, Bence Viktor jobb szélen, és Deli Zoltán egy jókora pihenő után beállóba érkezik. Egy jó előkészítés Kelemen Zsoltnak, aki felugrásból sajnos elvéti a kaput. Bellenbuk, Gyarmati, most lekésett Ötvös Nándi egy rossz ütemű kilépés után. Nándi kap 2 percest, így most 2 percben bemutathatja a csapat ember hátrányban, hogy milyen nagyszerűen védekezik. Gyerünk, 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 fiúk, védekezzük ki, ne engedjük őket. Hát azért, bravo! Talán Deli Zoltán direkt tudta, hogy ez lesz a kapuban. Zsolti remekül védett, fel is tette a kezét, úgy engedte be a mocót, de nagyszerűen védte. Nem volt szerencsénk is, hogy a kipattanó labda a hevesiek újra. Bellenbuk, Gyarmati, próbálnak a záráson bemenni. A két tesó próbált most összejátszani, de szerencsére ők ezt nem figyelték, a Bellenbuk testvérek. Nagyon jó. Gyerünk, srácok! Úgy látom, hogy a kapus marad a kapuba, így 5-6 ellen fogunk támadni. Kis Dávid, Deli Zoltán egy helycsere után, Molnár István vagy megy vissza a szélre. Ott is egy helycsere jobb oldalt. Deli Zoltán a labdával, Molnár István vagy. Gyerünk, fiú, gyerünk, gyerünk, támadjuk a kaput is most már. Kelemen próbál, Deli Zoltán ugrik be. De nagyon megijedtem, nehogy belemenés fújjanak, de még annál is jobban, hogy kitehettük volna szélre. Ott várta a labdát üresen Molnár István vaj. Deli Zoltán újra a labdaleütés után, Kelemen Zsolt. Nagyon jó lövés, ez a Kis Dávidnak egy védjegye, ahogy alulról elengedi. Kökény Tamás bontott lefele, de még annyira nem tudott lebontani, hogy ne menjen ez be. Így sajnos a jó védésével marad a 15-16, egy kis labdabizonytalanság most a hevesi csapatnál. Gyarmati és a kilépő védőnk mögött 2-es számmal
Kuba Mátyás pár kapura lőni, de ejtése szerencsére a kapufára esett. Minden nekünk dolgozik, jelünk fiúk, most egy góllal kell befejezni, közben ki is egészültünk, így újra 6-6 ellen. Ötvös Nándi középen, Kis Dávid, Ötvös Nándi, Kelemen, Ötvös Nándi. Jön a futó egy befutás után, Ötvös Nándi, ezt nem hiszem el, hogy megint kapufára ment a labda, közben a földrejékezés után Nándinak a belenyúltak a szemébe, ezt sajnos nem büntették, de újra a Hevesieknél a labda. Gyerünk fiúk, védekezzünk, Kis Dávid díjezti meg Gyarmatit, aztán Pocok próbál cselezni, Gyarmatinál újra a labda és felugrásból. Deli Zoltán, nem, szemből ütközött. Gyarmati ugrott fel, és azt gondolom, hogy Deli Zoltán ugrott, nem. Ez talán az lehetett a probléma, hogy Deli Zoltán a levegőben felugró Gyarmatit csak lökte két kézzel, kísérte és nem tartotta meg, hogy leszedje a levegőből. Ezért a jóval kisebb termetű Gyarmati egy újabb két perces kiállítást tudott kiharcolni. Egy gólos hátrányban a hazai hajdulási csapat. Valahogy nem akar összejönni ez az egyenlítés. És most Gyarmati újra egy helycsere. Macó érkezik. Nagyszerű! Kelemen Zsolt nagyszerűen helyezkedett vele szembe. Nagyon jól állt elé, és így nem is látta a kaput, így most ők lőttek el egy támadást. Kis Dávid, Ötvös Nándi, Kelemen Zsolt, ugye 5-6 ellen támadunk és próbálunk helycseréket, nem figyelünk, helycseréket csinálni azzal is, hogy ezekkel a helycserékkel is próbáljuk a támadó játékunkat egy kicsit színesíteni, ne legyen passzív. Kelemes volt, de csak sajnos a kapura nem nagyon vagyunk veszélyesek. Kis Dávid. Kérem szépen! Óriási gól! Kis Dávid még egy pofont is kapott a fiatal Pocoktól, aki most megköszöntük volna, ha elejti a labdát, és a pofon után beugrott és szinte az alafonal mögül lőtte be ezt a labdát. Védekezésben viszont lemaradunk, és egy gyors Guba Mátyás góllal újra 16-17-re arányba vezetnek. Ötvös Nándi, Kis Dávid próbál cselezni kifele, de most a fiatal Pocok nem fejreütésszerűen, hanem megfogta a Kelemen. Ötvös Nándi, jó az átemelés, jól ment be, megint csak egy... Kis Dávid. Jó. Ezt keresztből kellett volna csinálni. Igen, most Kis Dávid direkt próbálta. És sajnos fölé Ötvös Nándi most egy... Igen, próbáltunk egy trükkös megoldást most itt 16-17-nél. Sajnos ez nem jött össze. A passzív jelzésnél pedig Nándi vállalt el. Ugye el kellett vállalni, de lövése sajnos nem találta el a kaput. Így 16-17 arányban még mindig vezet a mérkőzés 19. percében. Macó pedig nagyon jó, Reszegi Zsolt dekkelt ez a védés. Mocó Márkónál ismételten a labda. Ő próbál játékba hozni. Gyarmati. Hát és megint sajnos Kelemen Zsoltin túljutva Gyarmati 9. góljával. 2 gólos hátrányban a hajdunál csapata. Gyerünk fiúk, gyerünk! Olyan szépen van az első, mint az első fél időben azok a támadó játék annyira jól ment. Ugyanígy kell most is. Bence Viktor érkezik most, és Nagy Laci Lecsó érkezik. Úgy látom átlövőbe, Kis Dávid pedig jobb szélre. Nézzük, hogy ez a frissít. Nézzük Lecsónak azonnal egy Kelemen Zsoltnak próbálunk teremteni egy helyzetet. Nagyon jó, ennyire egyszerű egy mozgás, amit végigviszünk, és Ötvös Nándi második góljával.
18-17-re. És egy labdaeladás, nagyon jó, a fiatal Molnár is van Vajk, gyerünk Vajk, be kell lőni, a végtelenségig kivár, és Molnár is van Vajk első góljával egyenlítünk. Jaj, de jó, ennyi, 10 másodperc, és már is itt vagyunk megint mérkőzésben, döntetlen állásnál, 10 perc van még a mérkőzésből. 10 percünk van arra, hogy megmutassuk, hogy mi sokkal jobbak vagyunk ettől a hevesi csapattól. Gyarmati próbálja a közben szervezni a hevesi csapat támadó egységét, és heves csapat, aki ér időt az utolsó 10 percre. Kíváncsian hallgatom, hogy milyen instrukciókkal látja el a hevesi edző a játékosait. Kevesebb, mint 10 perc állt a hátra lévő idő, és Gyarmati, Pocok és Mocó a belső hármas, mire kimondtam, Pocok le is megy balszélre, így Gyarmati újra a csellel, Mocónál a labda, akinek a lövését Feli Zoltán nagyszerűen sáncol, nagyon-nagyon kell a védekezés, ott középen, de a Kelemen Zsolt, Deli Zoli van most 2-3-asba, nagyon kell a védekezés. Gyarmati, Zsreszegi Zsolt remekül véd, bravo Zsolti! Gyarmati lőtt el kitámasztásból, futtából, és ami előbb még bement, most nem. Nagy Laci érkezik, Lecsó érkezik lendülettel, de megállítottuk. Nézzük megint csak egy felállt fal elleni támadó játékot. Ötvös Nándi próbálja. Remek játék! Nagyszerűen megkonstruált játék. És ebből tudtunk egy Deli Zoltán egy remek zárásával 19-18, tehát újra vezet Hajdunánás. 22. percben, gyerünk fiúsán, tartsuk meg ezt, sőt, még tegyünk közé egy-két gólt. Nem is látom már az átütő erőt ebben a hevesi csapatban, nagyon-nagyon remélem, hogy a nánási fiúk is ezt látják. És egy labdaeladás, Ötvös Nándi bátran előre, Kis Dávid fog beugrani bátran, és megint előbb olyan szépen bement, de nagy kár ezért a lövésért, hogy most nem tudta ezt belőni. Így Mocó érkezik, hú, Deli Zoltán, ez egy kicsit meggondolatlan lépés volt. Igen, azon nem is lenne baj, ha feltennek, de azt gondolom, majd visszanézzük lehet az ismétlésekben, hogy ugrott a Deli Zoli a játékos felé, és ez egy vonal fölött az egyértelmű 2 perces kiállítás. Úgyhogy ahelyett, hogy 2 góllal vezetnénk így, 1 góllal vezetünk, ez még mindig jó, de újra 2 percig ember hátrányban vagyunk, talán egy kicsit meggondolatlan dolog miatt. Barta próbálta bejátszani, Kelemen Zsolt remekül szerez labdát, Molnár is van Vajk, és ő most nagyon szépen végigmegy és belövi. Bravo Vajk, 20-18, nagyszerű volt a védekezés, nagyszerű volt a labdaszerzés, és megint csak 2 góllal vezet a Hajdunánás csapata. Gyerünk fiúk, ugyanígy a védekezés, Nagy Laci, Kelemen, jó, mélyen van a súlypontja a gyarmati fiúnak, oda kell rá figyelni, le kell hozzá menni mélyen, és meg kell tartani, hogy ne cselezzen.
Ha pedig a beálló megkapja a labdát, akkor el kell engedni. Egy nagyszerű bejátszás után elengedték Bettenbuchot, és ő pedig így már kihagyta ezt a helyzetet. Kelemen, Ötvös Nándi, egy perc van az ember hátrányunkból. Nagy Laci, Cselesz Bátran, Ötvös Nándi, Kelemen Zsolt. Így van, öljük az időt, mi is most próbálunk rátörni, kapura törni, azáltal az időt egy picit ölni. Molnár István Vajk, Ötvös Nándi pedig amikor kell, akkor megvillan, magára vállalja ezt a nehéz feladatot. Bravo Nándi, itt az utolsó percekben már nem az első gólja, most pedig jól érünk vissza, így 6 perccel, 6 és fél perccel a mérkőzés vége előtt, újra 3 gólos előnyben a Hajdonás csapata. Gyerünk fiúk, gyerünk, gyerünk, ember hátrányban vagyunk ugyan, de észre sem lehet venni, hiszen sokkal jobban védekezünk, és nagyszerűen lőjük a... Áj, de jól érezte Reszegi Zsolt, hogy hova kell menni. Szóval Barta Bence most jól vette észre a visszahúzott alsó sarkot, és ezzel a góllal 21-19-re alakítja a mérkőzés állását. Gyerünk fiú, Kelemen Zsolt egy befutással próbál, Molnár István Vajk, Ötvös Nándi jól üti le a labdát, és próbál bejátszani, de a hevesiek fautolják. Ez pont elég volt arra, hogy kiegészült a Hajdonán csapata. Így hallhatjuk a kispadról is, játék fiúk, játék, megint csak valamilyen jó támadó taktikát vezessünk elő, és játszunk. Uram, még mekkora gól! Nagy Laci nem bízza a véletlenre. 10 méterről kicsit kisodródva elengedés az egyenes felső sarokba. Óriási gólt lő. Bravo Laci, bravo Lecsó. Nagyszerű volt. Nézzük a védekezést, most jól ütközik, jól zárunk össze, ugye már ember azonosságban vagyunk. Gyarmati ugrik be, hú, egy picit önmagát sem kímélve ugrott be két ember közé, már kicsavarodva egy kicsit. Igen, én azt gondolom, egy kicsit önveszélyesen is ugrott most Gyarmati be a két ember közé, próbálja ezeket a helyzeteket. Most pedig egy remek gólpasszt adott volna, de a fiatal Mocó Márkó viszont kihagyta ezt a helyzetet. A gyors lerohanás után Molnár István Vajk ügyetlenkedi el sajnos. Igen, ilyenkor Kelemen Zsolt jót akart, és a Vajk is remekül került helyzetbe. És ha megfogja ezt a labdát, én biztos vagyok benne, hogy egy látványos gólt láthattunk volna. Szerintem ez a fránya labda kigördült a kezéből. Elnézést kér a csapattársaitól, semmi gond, védekezünk tovább, menni kell tovább. Gyerünk, gyerünk fiúk, 4 perc van hátra, és megint csak egy beálló léptetés után a hevesiek majd Bartát próbálják meglövetni itt középen, pocok bal szélen, próbál Balázs lövőbe elnézést, próbálod cselezni. Ó, és egy óriási bele, és most utólag nézve talán igen, betolták a Nagy Lacit, és belül védekezés, igen, bemondtam volna én is, hogy egy belül védekezés volt, de most azt gondolom, jól vette észre a hevesi támadó, hogy belül áll a Nagy Lecsó, ráugrott, és így 7 métereshez érkezik a hevesi csapat. A 9 gólos Gyarmati érkezik a 7 métereshez, vele szemben Tanyi Dénes, és most semmilyen lövőcsel nélkül Pimaszul elengedi a visszahúzott alsóba, ezzel a saját maga 10. gólját, csapatának pedig a 20. gólját lőtte. Úgyhogy nem nehéz kiszámolni, hogy a csapatának a fele gólját a Gyarmati lőtte. Hát ez hihetetlen. Megint egy ilyen gyermetek hiba után. És nyilván más kapuba! Bravo! Reszegi Zsolti! Nagyszerű! Egy... Jaj, de jó, az első fél időben Tanyi Dénes hozta nekünk a bravúrokat, most pedig Reszegi Zsolti pufi hozza az óriási védéseit. Bravo! Nagyon kellett, 3 perccel a vége előtt egy gólra jöttek volna fel a hevesiek, de Reszegi Zsolt ott volt, és megóvott mindenket ettől a góltól. Nagy Laci próbálja bejátszani Deli Zoltánnak, aki még éppen összeszedi a labdát, de... Igen, hallható a kispadról megint csak, hogy... Játszunk, 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 és ne a egy az egyeket törjük magunkat, hanem menjen a labda, és próbáljunk játékot játszani. 2,5 perccel a vége előtt Kelemen Zsolti engedi el a hosszú felső sarkát. A keze, azt hiszem, tovább ment a keze, és így Bettenbuchot megütötte, de ő most
hirtelen magához tér, miután kell nekik a gyors támadás lehetősége. 2 gól az előnyünk, és 2 perc, 10 másodperc van hátra. Gyerünk, fiúk, nagyon kell ez a védekezés. Nem mintha a mérkőzés más szakaszában nem kellene a védekezés, de most nagyon-nagyon fontos, hogy ezt kivédekezzük. Pocok próbálta bejátszani, és kelemes volt az előző lövés, előző hibáját. Kijavítja, ötvös Nándi, belépnek, tovább teszi, meg kell fogni, segítsünk neki, fiúk, segítsünk! Okosan Kis Dávid megfautotja magát, és Bancsó Károly segítségére van a csapatának, és a legjobb pillanatban kér időt, nehogy eladjuk a labdát. Gyerünk, fiúk, 1 perc, 50 másodperc van a mérkőzésből, 2 perces, 2 gólos előnyben vagyunk, elnézést kérek, és azt hallgassuk az időkérést. És akkor nézzük a hajdunási támadó játékot. Ugye most a Hevesi csapathoz ülök közelebb, és az ő időkérésüket figyeltem, hallgattam. Nyilván nem túl sok jót tudok mondani nekik az edzőjük. Bármi történik, futni kell. Ha gól lesz, ha nem gól lesz, futni kell, hogy minél közelebb próbáljanak kerülni a hajdunási csapatához. Hát remélem, hogy a gólos verzió fog bejönni. Ötvös Nándi lassítja a játékot, majd remekül ugrik be. Kis Dávid nem vállalja most el, volt időm, amikor ezeket elvállalta. Nagy Laci tovább, Kelemen Zsolti ugrik be, és ez sajnos adható volt, megint csak belemenéssel ér véget ez a támadás. Így, de ismételten Kelemen Zsolt érkezik vissza rendkívül jól helyezkedésével, és a védekezésben újonnan javítja az előző döntését. Bravo Zsolti, bravo, nagyon kellenek ezek a védekezés, nagyon kellenek ezek a védekezésben történő jó helyezkedések, labdaszerzések. 1 perc van közben a mérkőzésből, még mindig 2 gólos előnyünk van. Ha ezt góllal befejezzük, akkor én azt gondolom, hogy el is dőlt a mérkőzés, akkor megvan a joggal megéremelt 2 pontunk. De gyerünk, először fejezzük be góllal. Kelemen, ötvös Nándi, és nem is lehet kérdés! Nem is lehet kérdés, bravo Nándi! Hogyha szorul a hurok, akkor Nándira tudunk számítani. Beleállt, elvállalta, mocó közben tovább, és jobb kézzel próbálta a kapura lőni. Pocok, ez egy elhamarkodott, már fiatalos virtussal ellőtt hevesi támadójáték volt. De ez nagyon helyes nekünk. Jönnek fel a hevesiek labdát szerezni, szeretnének labdát szerezni, de Kis Dávid próbál bemenni, és sajnos a lövése elkerül, az gondolat maga nagyon jó volt, hogy bemenjen gyorsan, de a lövéset célt érezhet. Gyerünk, fiatalok, fussunk vissza, menjünk vissza. Egy bejátszás, Bettenbuk, aki az előbb Zitzert hibázott, most már nem hibázik, de 3 másodperccel a vége előtt ezzel már nem lehet probléma. Még Molnár is van, Vajk egy lövéssel próbálja bevenni a kaput, ezt már a Kökény Tamás kivédi. Így egy nagyon nyögvenyelős, izgulós, izzasztó mérkőzésen, ahol piros lappal, rengeteg 2 perccel, emberhátrányos, emberelőnyös támadójátékkal tarkított mérkőzésen, de én azt gondolom, hogyha a meccs egészét nézzük, akkor joggal megérdemelt 2 pontot nyert meg a hajdunánás, így 23-21 arányban győzött a hajdunánás csapat. Ezzel feljövünk a dobogóra, a megyei bajnokság 3. helyére, a Bölcs csapatával holt versenybe, és 1 pont hátrányban vagyunk ugye a Heves csapatától, illetve 1 pont előnyben vagyunk a Heves csapatától, így továbbra is marad a szoros mezőny, de megpróbáljuk ezt az előnyt megtartani, ezt az előnyt még tovább növelni, és én szerintem a fiúk nevében is ígérhetem, hogy ezt a dobogót el fogjuk érni ebben a tavaszi szezonban. Én még egyszer gratulálok a fiúknak,
meghallgatjuk a hazai csapatnak, Bancsó Károlynak a nyilatkozatát. Addig is szerintem búcsúzunk egy jó hangos hajdunánással. Hogy sikerült a felkészülés? Milyen volt a elmúlt egy hónap a csapatnak, a csapat életében? Felkészülést január 9-én kezdtük, ha jól emlékszem. Heti két foglalkozással tudtunk készülni. Gyakorlatilag nem volt változás olyan szinten a keretben még január 9-én, hogy tudnánk többet edzeni. Munkahely elfoglaltságok, tanulmány elfoglaltságok miatt örülünk, ha ezt a két edzést olyan értékben és olyan minőségben el tudjuk végezni, hogy az hasznunkra legyen. Elvégeztük a munkát, nyilván óriási hiányérzetem van, hiszen azért heti két edzéssel azokat, amiket az ember elgondol, azt nem lehet gyakorlatilag megvalósítani. Nyilván komplex edzéseket próbálok tartani, és abban próbálunk lehetőleg mindenbe belekóstolni olyan szinten, hogy azért a játék minden elemében próbáljunk fejlődni. A héten történt egy változás, most hogy a véletlen, nem véletlen, szerencse, nem szerencse, számunkra mindenféleképpen jó, hogy három játékos érkezett a csapathoz, valamint a kettős játékengedéllyel rendelkező játékosokról mit lehet tudni, mit tudhatunk erről? Igen, gyakorlatilag egy örömteli hír érkezett hozzánk a héten. A sors úgy akarta, hogy a három hajdonási kötődésű játékosunk, Ötvös Nándor, Bence Viktor és Kelemen Zsolt visszatérjen az Egyesülethez, aminek nagyon örültünk nyilvánvaló módon, hiszen óriási minőségbeli változás kerül így a repertoárba bele. Az a mai mérkőzésen ez még nem látszódott, de majd nyilván erre később gondolom kitérünk, de ez egy nagyon fontos lépcsőfoka, hiszen így most már azért van egy merítési lehetősége a csapatnak, és így azért én abban bízom, hogy azért a játékunk is megfelelőképpen fog alakulni, hogy az elvárásoknak meg tudjunk felállni. Jó. Én azt gondolom, hogy amiért kijöttek, hogy a nézők kilátogattak, mert néztünk, a biztos két pont megvan. Mondhatjuk ezt kicsit így viccesen. Nyilván a mutatott játék úgy látom, hogy hagy kívánni valókat benned. Mit tervezhetek el a mai mérkőzésen, és mit sikerült ebből megvalósítani? Ugye gyakorlatilag a három visszatérő játékos és a kettős játékengedélyű játékosainkkal, ugye a Kisdáci Nyesterici, a Katonka Tamás, de most ugye a Kis Dávid volt a keretben, gyakorlatilag mindenki hajdonállási volt a pályán, mindenki azonos kötődésű, azonos nevelésben részesült, elég régóta együtt játszanak, ki milyen korosztály nyilván, de azért ismerjük egymást, meg ismerik egymást. Azért látszik, hogy tempóban óriási a különbség, és ebből rengeteg összeszokatlansági faktort lehet látni, főleg leginkább támadásban, mert a 21 kapott gól azt gondolom, hogy azért elégedettek lehetünk, de a 23 az borzasztó kevés szerintem hazai pályán, főleg a játék kép alapján, és abból adódtak ezek a labda elajdások, folyamatos technikaiban lábra ejtettük a labdát, úgyhogy azért van mit dolgoznunk, de ebből fakadó, én legalábbis azt gondolom, hogy ebből fakad ez a sok hiba. Dobogón vagyunk, most ugye úgy számoltuk, hogy a Bőcsel Holt versenyben talán dobogón vagyunk, és gondolom lehet ez a cél minimálisan a célkitűzések között. Hogyan tovább, következő mérkőzés? Hazai pályán fogunk játszani a Bőcs ellen, most szombat azt hiszem 4 órától. Mindenképpen semmi más nem lehet az elvárásunk, saját magunk irányában sem, és nyilván a vezetőség által sem, hogy dobogón kell végeznünk. Ezzel a csapaton azt gondolom ez egy minimális elvárás. Nyilván így, hogy most fél évkor csatlakoztak a fiúk hozzánk, vagyunk lemaradásban, de azért a tőlünk tehetőt minden meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, és a fiúk nyitottak is rá. Természetesen ez most így sikerült. Nyilván a konzekvenciát le kell vonni ebből a mérkőzésből, és azért hál' Istennek a nálási tévének a jó voltából meg fogunk tudni nézni a mérkőzést, és remélem fogunk tudni belőle okolni. A rossz dolgokat nyilván ki kell javítani, a jókat meg kell tartanunk, és mennünk kell előre, hogy még a lehető legjobb eredményt tudjuk elérni.
Azt gondolom, egy vasárnap esti nagyon izgalmas mérkőzést láthatunk, tele pofonokkal, piros lappal, 2 perccel, remek védésekkel, remek zicserlövésekkel, és végül a 2 pont a Hajdunánás élet, 23-21-ben nyert a Hajdunánás csapata, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a gondolatmenettel mehetünk tovább. Hajrá Hajdunánás, köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra!